és Spárta vers a versmondó versenyről. Minden évben megrendezik az iskolai versmondó versenyt. Nem kötelező, de illik indulni. Egy egész verset kell megtanulni kívülről. A Tünde néni azt mondja, hogy az a fontos, hogy hiba nélkül mondjuk, de süljük bele, meg szépen hangosan artikuláltan beszéljünk. Jól hangsúlyozzunk, ami azt jelenti, hogy ahol valami lényeges van, azt nyomjuk meg. Tavaly még nem indulhattam, mert pössze voltam, és egy pössze ne álljon kiszavalni. De az idén két lapát foggal büszkélkedhetek, és a Tünde néni rám gondolt. Főleg azért, mert kiderült, hogy másnap lesz a verseny. Neki se szóltak, különben is, puppa hátán az egész. Én meg úgyis mindent hamar megtanulok. Kaptam egy fénymásolt példányt, anyukával segítsen, holnapra ünneplő, stb. A verset már tudtam, az óvodában is mondtuk. Bár rám akkor csak a harmadik verszak jutott, de valahogy mégis megragadt az egész, mert a többiek olyan nehezen tanulták meg, hogy művészet lett volna nem megjegyezni. Ezt a Tünde néninek nem árultam el, hogy még nagyobb hősiesség legyen, hogy ilyen hosszú szöveget egyetlen nap alatt képes vagyok megjegyezni. Anyu dühös volt, mert szerinte nem elég egy verset kívülről tudni. Igazából belülről kéne tudni, érezni. De erre már nincs idő, még ki kell vasalni az ingemet is. Na, közben mondhatom. Mit mondjak? Nem sültem bele, pedig nagyon lámpalázas voltam. Mégsem lettem se hányadik se. Igaz, elmondták, hogy a zsűri nehéz helyzetben van, meg hogy mi mindannyian győztesek vagyunk, meg hogy nem is a verseny a lényeg, hanem a vers. Na, ha az a bizonyos egy nem fontos, akkor miért csak az első három helyzet kapott csokit meg jutalomkönyvet, ő meg csak egy vacak emléklapot?